azt csináld meg. A Szegedi Gabona Kutató őszi fajta bemutatóján a cirkokról is szó esik. Viszonylag keveset beszélünk ezekről. Igen, azt gondolom, hogy a cirkok méltatlanul elfeledett és kevésbé, jelenleg kevésbé használt szántóföldi növénykultúrák. Azt gondolom, hogy mindenképpen jó lenne, hogyha ez kicsit többet forgatnák az emberek a fejükben a cirok vetésterületének lehetőségét, mivel a vetésforgó is kifejezetten jól bővíthető ezzel a szántóföldi kultúrával, illetve számos előnye van a takarmánycirkoknak. Milyen ajánlásokat tudtok tenni a termelők felé, hogyha itt a cirkokról van szó? Az elsődleges, amit gondolok, hogy mindenféleképpen a takarmánycirkoknak a legnagyobb előnye, hogy az egyik legjobb szárazságtűréssel rendelkező hazánkban termesztett szántóföldi növénykultúra. Így a szárazság tűrésére tulajdonképpen az itt látható cirkok is mutatják, hogy méreható fejlett gyökérzete, illetve viaszos levélfelület borítja a leveleit, így a szárazság tűrése kiváló. Hazánk minden táján sikeresen és jövedelmezően termeszthető. Mennyire fogékonyak a termelők, amikor megkeresitek őket a cirok ajánlattal? Azt gondolom, hogy most már egyre inkább növekszik a cirok termelési kedv. Sajnos az utóbbi évekre jellemző hektikus csapadékelosztás és hektikus időjárás miatt egyre többen kényszerülnek valami alternatív megoldás, vagy kevésbé konvencionális növény, szántóföldi növénytermesztésbe beilleszhető növényt keresni. A cirok például egy ilyen növény, amivel a vetésforgónk kiválóan bővíthető. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenképpen nyitottak a gazdák a ciroktermesztésre, egyre többen. A ciroktermelésnek úgy látom, hogy van egy speciális ágazata is, ez pedig a vadásztársaságoknak a vadföldbe való cirok vetőmag vásárlása, mivel úgy tűnik, hogy ez kevésbé igényes, szerényebb igényű, mint a kukorica, ellenben a vadaknak minden igényét kiszolgálja. Mennyire nehéz ennek a technológiája? Mennyiben tér el mondjuk a kukoricáitól? Igen, jó a hasonlat. Tulajdonképpen a kukoricához lehet legjobban hasonlítani. Azért összességében szerényebb igényű, mint növényvédelmi szempontból, mint tápanyag visszapótlási szempontból, vagy utánpótlási szempontból. Azt gondolom, hogy a cirok, mivel ennyire jól adaptálódik mind a kedvezőtlenebb időjárási és területadottságokhoz is, ezért hazánk minden területén jövedelmezően és jó termésbiztonsággal termeszhető. Tulajdonképpen a kukoricához hasonló a technológiai igénye, de azért jóval szegényebb. A kukoricánál 10-15%-kal magasabb terméseredményt tudunk elérni. A portfóliónkban szereplő hibridek toleránsak a betegségekkel szemben, így például a csíkos kukorica mozaik vírussal szemben, illetve a fuzárium fajokkal szemben is.